Áldásbékesség, szeretettel köszöntjük Létkérdés című műsorunkban nézőinket, Molnár Csaba Bertalan lelkész testvéremmel, akivel együtt keressük ma a választ, hogy vajon azok az izmusok, amik körülvesznek minket, azok vajon hova is vezetnek, vajon negatívak vagy pozitívak, vajon érdemes-e az izmusoknak a hatalmába kerülni, vagy aznak van igaza, akit egy idős egyháztagunk mondta egyszer, hogy tiszteletes úr, mihelyt izmus mindjárt nem jó. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy látja ezt a keresztény ember, hogy láthatjuk ezt mi, és próbáljuk beszélgetni arról, hogy mi is az a konzervativizmus. Csabán, te hogy látod ezt? Konzervativizmust, hogyha nem kimondottan egy politikai párt által képviselt politikai eszmerendszert nézem, az alapvetően egy olyan eszmerendszer, amely ugye a szó jelentése is azt sugallja, hogy a latin conservo, conservare igéből származik, hogy megtartani, megőrizni, konzerválni valamit. Tehát alapvetően a konzervativizmus abból indul ki, hogy alapvető értékeket akar megőrizni és továbbadni. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor a Szentírásra egyértelműen azt kell mondjuk, hogy abszolút konzervatív dolog, hiszen az Isten ötlen idők óta fennálló igéjét és akaratát meg akarjuk őrizni, és azt a világrendet, a teremtett világrendjét képviselje a keresztény ember ma a világban. Úgyhogy ez teljesen természetes, hogy ha így közelítjük meg magunkat, akkor lehet minket konzervatívoknak hívni, hiszen mi elsődleges célul azt tűztük ki, annak a missziónak, annak a küldetésnek az elhivatott követői vagyunk, hogy Isten igéjét azt képviselni kell, érvényre kell juttatni a világban, és ezáltal lenne jobb a világ, hogyha ez minél tökéletesebben megvalósulna, sőt, visszaállna, hogy az eredeti a paradicsomi állapot, ahol visszavágyunk, és annak a paradicsomi állapotnak az újra előállítása, az lenne igazából a konzervativizmus legnagyobb sikere. Ami ugye tudjuk, hogy maga tökéletességében soha nem fog eljönni, legalábbis ebben a világkorszakban, amelyben jelenleg élünk, de valóban fontos dolog az, hogy kimondod azt, hogy mit képviselünk, és hát ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy hiszük és valljuk, mint ebben az értelemben konzervatív emberek, mi keresztény emberek azt, hogy ez 2000 év óta időtálló, mindenkorban érvényes, mindenkorban használható, mindenkorban alkalmazható, mindenkorban ez vezeti az embert üdvösségre és örök életre. Így van, ráadásul mi, kálvinisták, reformátusok, hisszük és hirdetjük, hogy Ecclesia Semper Reformanda, ami a reformáció ugye az nem megújítás, hanem visszaalakítás jelent, és a mai nyelvben teljességgel elhibázott dolog az újítást reformnak hívni, hiszen nem az újítás a reform, hanem a visszatérés az eredetihez, a tiszta forráshoz, a gyökérhez, és onnét újra indítani egyfajta gondolkodásmódot, életmódot, vagy bármit, és ilyen módon, amikor valaki reformokról beszél, akkor a keresztény református ember teljesen zavarodottá válik, hogy most miről is van szó, hiszen mi nem újítók vagyunk, hanem visszaalakítók, sőt, hát egyházunk egyik alapelve, hogy Ecclesia Semper Reformanda, a gyülekezetnek mindig vissza kell alakulnia, vissza kell nyerni a Krisztus képviségét, hiszen az ember akarva, akaratlanul letér erről, a gyülekezet akarva, akaratlanul letér, hiszen nem vagyunk tökéletesek, sőt, az eredendő bűn után nyugodtan állíthatjuk, hogy magunkkal hordozzuk még az apáink, nagyapáink és az őseinknek is a bűnét, és nem tudunk a magunk erejéből megtisztulni, egyedül az Isten igéje és a Jézus Krisztus vére tud megtisztítani minket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy valójában a megújulás az szükséges, de a megújulásnak mindig az eredeti alapon kell megújulni. Tehát a tabula rasa az azt jelenti, hogy ugyanazt a lapot, mindig ugyanazt a lapot tisztítjuk meg. Ugyanaz az ember kap egy lehetőséget, és nem pedig azt mondjuk, hogy ha legyengült a kezem, akkor tegyünk fel egy vaskezet, hogyha
tönkrement bármely szervem, akkor tegyünk be egy mechanikusat, mert hiszük és valljuk, hogy az hosszú távon nem ugyanaz, tehát hiába a Robot Zsaru című valamikori kedvenc filmemben az a robot az gondolkodni tud, szeretni tud minden, de hát a film legnagyobb tragédiája, nem tudja megölelni a saját gyermekét, és a vas kezével, a vas páncéljához ölelve ő nem érez semmit, és a gyermek sem érzi az apjának, a szívének a dobogását, még ha a szeretetét érzi is, nem is beszélve a feleségről, akivel ugye pontosan ezért tönkre megy a filmbe is a házasság, mert nem ugyanaz kicserélni az elemeket az emberben, mint újra alakítani, újra javítani, tiszta lappal indulni, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt helyre tegyük, hogy a reform szó az egy visszaalakítás, a legkonzervatívabb szó, ami létezik a világon, az a reform. Így van, tökéletesen egyetértek, tehát mai világban általában olyan lazán kezeljük ezt a kifejezést, hiszen a reform szót, vagy a reformáció szót, azt valahol a forradalommal, vagy a progresszió fogalmával szokták azonosítani, pedig nem. Tehát tökéletesen igazán Laci barátomnak abban, amit elmondott, hiszen a szó jelentése is azt jelenti, hogy visszaalakítás, reformáció. Ami nekünk ugye nagyon nehéz, tökéletesen nem sikerül. Én mindig arra szoktam, azzal szoktam ezt hasonlítani, amikor van egy tiszta, szép, sima lap, és azt ugye deformálom, hogyha összegyűröm, és amikor próbálom kisimítani, kiegyengedni, akkor talán még vasalóval sem fog az menni tökéletesen, hogy visszaállítsam az eredeti formájában, de ugye arra kell törekednünk a reformációban, mint folyamatban, hogy egyre inkább simább legyen az alap, egyre inkább hasonlítsam az eredeti formájára, adott esetben egyre inkább tudjam ugyanarra használni, mint amire egy eredeti formájában lévő lapot tudok használni. Éppen ezért ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy a keresztény ember, a református ember az mindig konzervatív ember. Az ebből a szempontból teológiailag mindenképp konzervatív, és a világ nézetének is a meghatározói olyan alapelvek kellenek, hogy legyenek, amiket nem a jelenkor fedezett fel, és nem is a újkor, vagy a legújabb kor, vagy a középkor, vagy az ókor, hanem az Isten igéjében a világ teremtésétől a mai napig folyamatosan képviselt általános értékek, és az, hogy a patriotizmusnak, tehát a saját pátriámnak, a saját területemnek, teritoriumomnak, a saját fajtámnak a védelme az egy alapja ennek az egésznek, az nem lehet kérdés, hiszen az Isten is meglehetősen patrióta módon atyaként viselkedik, mint egy páter, és mi a gyermekei vagyunk, és az ő házát, az ő családját, mint egy pater familias, ahogy a latinban egy családapa egy védi, és úgy gondol rá, hogy ez az én népem, ez az én közösségem, és nekünk is így kell látni a világot. A keresztény embernek sajnos nincs ebbe választása. Tehát nagyon sokan azt hiszik a jelen világban, hogy lehetek úgy keresztény, hogy közben liberális vagyok. Lehetek úgy keresztény, hogy nem fontos a család, hogy nem fontosak a hagyományos értékek, csak hogy a hagyományos értékek attól hagyományosak, hogy az isteni értékek. Tehát a görög tragédiákban megjelenő értékek, azok ugyanazok az értékek, mint a Biblia értékei. A családnak a szeretete, a hazának a szeretete, az Istenhez való kötődés, ragaszkodás. És nem véletlen, hogy ez a konzervatív eszmerendszer, aminek van politikai, van gazdasági, van szociológiai, és minden egyéb vallásfilozófiai megjelenési formája is, nem tudja lerázni magáról a konzervativizmust, hiszen a lényege. Így van, tehát én valahol mindig ilyen fogalmakat, mint keresztény szocializmus, akár azt is mondhatom, most lehet, hogy ezen sokan meg fognak döbbenni, de keresztény demokrácia, keresztény humanizmus, keresztény liberalizmus, ezt mind ilyen fából vaskarika fogalmaknak tartom, hiszen ha végignézzük mindegyiket, hát a kereszténység, a szentírás tanítása az egyáltalán nem liberális.
A kereszténységben, hogyha mi kereszténységünket úgy akarjuk megélni, mint valóban az Isten országainak az állampolgárai itt ezen a földön, ott nem demokrácia, hanem teokrácia van, tehát Isten uralom, vagy még inkább ugye Krisztus uralom. Ja. Tehát a keresztény liberalizmus az meg abszolút egy fából vaskodik a fogalom. Keresztény humanizmus, hogyha a humanizmus azt nézem, ami annak eredeti klasszikus jelentése, ez sem fér össze teljesen a keresztény eszmerendszerrel. Tehát ami összefügghet, az valóban, és itt most nem konkrét politikai pártokra kell gondolni, hanem arra az alapvető eszmerendszer, amit konzervativizmusnak nevezünk, az, ami összefér a kereszténységgel, tehát más nem férhet össze. Ugye a Szentírásban ugye van egy szép példa, és általában, hogyha ugye a só és a világosság példázatáról szoktunk, illetve a hasonlatáról szoktunk prédikálni, akkor általában minden magára valamit adó ige hirdető, azért ki szokta azt hangsúlyozni, hogy abban a korban, hogy Jézus korában a só ugye nem volt frigider, tehát azt számított ugye tartósítónak is, mert egy sóval dörzsölték be a húst, azt tartósította a húst, tehát a sónak volt egy tartósító ereje, egy konzerváló ereje, tehát hogyha só és világosság akarunk lenni a Krisztustől kapott küldetés által ebben a világban, akkor még ebben az értelemben is konzervatívak kell, hogy legyünk. Kétségkívül, és én úgy gondolom, hogy éppen ezért egy nagyon furcsa dolog az, amikor rajtunk más értékrendet kérnek számon, vagy más várnak el tőlünk, mint ami a lényegünk, hiszen ráadásul ez az egész izmusozás, ahogyan kezdtem ezt a beszélgetést, ugye ott tévútra vezet, hogy nem ismerjük a krisztianicizmust, pedig nekünk ez lenne az egyetlen izmus, amit követhetünk, de pontosan azért próbálja valójában minden más eszmerendszer lebontani ezt, és mert a teokrácia az nem tűr maga mellett konkurenciát, hogy így fogalmazzak, hogy ha az Istennek akarok engedelmeskedni, akkor nem engedelmeskedek másnak. Akkor nem az a lényeg, hogy a bennem lévő ember, a humánum az megmarad, vagy nem marad, hanem hogy az Isten akarata érvényre juttat-e. Nem az a kérdés, hogy az angol, ahogy mondja, a human body, az emberi test megmarad-e, hanem hogy a bennem lakozó isteni lélek, az Isten ajándéka, azt meg tudom-e őrizni minél tisztábbnak, illetve azt újra meg újra meg tudom-e tisztítatni a Krisztus vérében, tehát az Úr Jézus áldozatáért, és mindig vissza tudok-e alakulni, miközben pünkös felé járunk, nem sokára jön az úrvacsora vétel, ami tipikusan egy református aktus, egy konzervatív aktus, hiszen visszaalakítatom magam az Úr Jézus Krisztus kegyelméből, az úrvacsora által, abba a kegyelmi állapotba, amiben az Úristen teremtette az embert, amiben utána az eredendő hordozó generációk ugye mindig visszavágytak, de soha nem értek vissza, ami két úrvacsora közt egy másodpercig, vagy egy ezred másodpercig az enyém, amikor éppen túl vagyok az úrvacsorán, és ki tudja, hogy mi a második gondolatom, vagy mi az első gondolatom. Az ember tönkre tudja tenni a saját úrvacsorázását, sajnos egy ezred másodperc alatt, hogyha miután a bort vette és megy a helyére, tisztátalan gondolat jön a fejébe, akkor bár megtisztult egy pillanatra, bár a konzervativizmusnak a tradicionális részét, a vallási részét és az önmegtisztító részét mindent elvégzett, mégis egy pillanat alatt beleesett ugyanabba a csapdába, amiben előtte volt. Úgyhogy ez egy óriási kérdés, hogy pontosan azért, hogy izmusként hogyan tekinthetünk egy keresztény ember életét formáló alapvilágnézetre, és lehet-e nekünk más világnézetünk. És a konzervatív az lehet egy jelző, az lehet egy megközelítés, lehet sok minden számunkra, de a keresztény ember számára az alap az a Szentírás. Így van. És semmi más. Már pedig, amit a Szentírás sugall, egy alapvető eszmerendszer,
arra mégiscsak egy bizonyos értelemben, egy tágabb értelemben azt mondhatjuk, hogy konzervativizmus. Így van. És azt kell, hogy mondjuk, hogy el kell mondani az embereknek, hogy a konzervatívnak lenni nem rossz. Miközben készültem a mai előadásunkra, vagy mai beszélgetésünkre, előhúztam, hogy ezt a kifejezést, hogy neokonzervativizmus. Ez szintén egy ilyen fából vaskarika. Mert a konzervativizmus az nem lehet új. A konzervativizmus az régi. Az, amióta az embernek van szentírás alapú gondolkodása, azóta azt mondjuk, hogy az vissza akar térni az eredetire, keresi azt az alapot, azt a tradíciót, azt az Istent, akire az életét fölépíteti. De ugye főként Ronald Reagannek és az idősebb Bush amerikai elnöknek köszönhetően kialakult ez a gondolatvilág, vagy ez az elképzelés, hogy létezik valami, amit neokonzervativizmusnak hívnak. Nézzük meg, hogy mi is a neokonzervativizmusnak a fő ismérve, azt mondják először, hogy patriotizmus. Hát, a patriotizmus alapvetően keresztény érték. Alapvetően bibliai érték, én is az én házam, az Úrnak szolgálunk. Ez mindent kifejez abban, amit a patriotizmus jelent, illetve amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, Pater Noster, ahogy a katolikusok elkezdik latinul az imát, gyakorlatilag a patriotizmus nem neo, hanem minimum 2000, maximum sok ezer évvel idősebb, mint ez az elgondolás. Azt mondja, hogy a világ kormány elutasítása. Mi is azt mondjuk, hogy egyetlen egy kormány van az Úristené, és minden más kormány az illegitim, még akkor is, hogyha saját magának úgy gondolja, hogy ő az Istentől kapott hatalmával él. Ott válik egy kicsit érdekessé a történet, hogyha felelősséggel jó gazdaként él vele, akkor is azt mondjuk, hogy nem világkormányra van szükség, hanem isteni kormányzásra, de egy ilyen kormány a hatalmat átadja az Istennek. Igen. Tehát ő önmagára, mint az Isten szolgálójára tekint, és egy kicsit olyan, mint amikor a két világháború között Magyarországon volt kormányzó, de nem volt király. Volt királyság, de kormányzó kormányzott a király nevében, és a katolikus testvéreink, ahogy megfogalmazták, a királyságot a Szent Korona jelképezi, ami meg az Istennek az oltalmába ajánlott országot. Tehát kormányzó van, aki az Istennek számot ad, és aki úgy vigyáz a teremtett világra, ahogyan ezt egy protestáns, egy református ember teheti, és Isten áldja meg Horthy Miklós haló poraiban is, én hiszem azt, hogy jó gazdája akart lenni, jó kormányzója akart lenni annak a jószágnak, amit ő többször is vallást tett, hogy az Úristen bízott rá, egy konzervatív ember. Természetesen nem állítjuk, hogy bűntelen, és egyetlen konzervatív ember sem tud bűntelen lenni, hiszen az elején megállapítottuk, hogy a konzervativizmus lényege, az gyakorlatilag az úrvacsorával való élés, a folytonos újra megtisztulás, reformáció. Akkor azt mondják, hogy világos különbség tétel barátok és ellenségek között. Kedves testvérem, irgalmas szamaritános története, a kedvencem. Ki a fele barát? A pap, a lévita, aki éppen arra jár, vagy a samáriai, aki segít? És mi a barátságnak a biztosítéka, vagy a jelzése? Az odafordulás. A segítség, az önzetlen segítség. És aki nem segít önzetlenül, annál ott egy nagy kérdés van, hogy ez fele barát-e. Sőt, ha vicces akarnék lenni, és most egy kicsit hadd mondjam, hogy annak lehet, hogy még a fele sem barát. Nem egészen ellenség. Vagy egészen nem törődik az emberrel, és hogy mondjam, mindig visszatérő gondolat bennem, hogy a világunkat néha nem feltétlenül a rossz akarat, hanem a jó emberek közönye teszi tönkre, mert hogy ezek az emberek, akik elmennek mellette, lehet, hogy jó emberek voltak, csak valamilyen okból közönyesek a megvert ember iránt. Tehát a harmadik ismér, amit lehet mondani, hogy barát és ellenség. Igen, egy pillanatra, hogy térjek vissza az irgalmas samaritánus történetére. Van ennek egy nagyon érdekes vallástörténeti háttere, mert ugye a pap és a lévita ugye egy fokozott tisztaságban kell, hogy éljen, és én egyszer magyaráztam már így igehirdetésben is ezt a történetet, hogy igazából a papnak és a lévitának az volt a baja, tehát azért kerülik ki azt az embert, mert
azt hiszik, hogy halott. Azt tudjuk, hogy az Ószövetségben a tisztátalanságnak vannak ősforrásai, és az egyik legfontosabb legnagyobb ősforrás ugye a halott, a holttestnek az érintése. Ugyanakkor ott van a samaritánus, aki nem épít a hite mellé, ami ugye a Tóra ugyanúgy, mint a zsidónál, a Tóra mellé nem épít egy ilyen halakikus rendszert, amit már ugye a zsidóság Jézus korában is kezdett felépíteni. Ő szó szerint tartja a Tórát és a törvényt, és a halott érintésének a tilalmát, de mégis ezen túl tud lépni, és azt mondja, hogy hát, ha életben van még az az ember, és segíteni tudok rajta. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor még inkább kikristályosodik. Hát akkor ez egy még konzervatívabb nézet, hiszen a Tóra szó szerinti értelmezése és a későbbi korok Tóra értelmezése, aminél Jézus gyakran kritizálja és a farizeusokat azért, hogy kicsit olyanok vagytok, mint a Arany János és a verselemzés, ugye emlékszel, amikor egyszer a költők megkérdezték, hogy a társaságában elemezték egyik versét, hogy Mester, ugye ezt gondolta? De azt mondta, hogy amit én gondoltam, azt leírtam, amit maguk mondtak, azt gondolta a fene. Igen. És valljuk be őszintén, hogy ha igazán konzervatív módon szemléli az ember a Bibliát, a Szentírást és a prédikációt, akkor egy alapvető dolog, hogy nem az a kérdés, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mit írtak le akkor, hanem hogy mit jelentett az akkor, és hogyan lehet ezt a mai nyelvre lefordítani. És én nagyon sokszor bosszankodom lelkipásztor kollégáinkban, amikor óriási elméleteket gyártanak, hogy mit jelent egy hegy mondjuk a Bibliában, és hogy közel van, vagy távol van, vagy lent van, vagy fönt van, vagy átmegyünk, vagy nem megyünk, amikor mondjuk csak annyi a lényeg, hogy fönt vagyunk egy csúcson, ahova az Isten fölvitt minket, és amit a feladatunk az, hogy visszamenjünk. A nagy csúcsok megélése után is a mi dolgunk az lent van a hegy aljában. Ez egy talán túl konzervatív nézet is, amit én vallok, de azt hiszem, hogy a Szentírás az mindannyiunknak a maga egyszerűségében akar sokat jelenteni. És az emberek megfogadhatnák azt a konzervatív jó tanácsot, hogy néha mondjátok azt, amit gondoltok. Tehát se kevesebben, se többen, pont azt, amit gondoltok, és hát, ha az lesz az eredménye, amit szeretnétek. És ha nem, akkor tanultatok arról, hogy milyen a beszélgető társatok, megtanultatok arról, hogy milyenek vagytok ti, akik rosszul fogalmaztok, vagy rosszul gondoljátok. De ha azt mondja az ember, hogy elkezd nagyon politikailag korrekt módon fogalmazni, akkor a korrektség idővel átcsap abba, hogy érthetetlenné válik, magyarázhatatlanná, illetve mindenféle magyarázatot már rá lehet aggatni, és hát nagyon sokan ezért vádolják azt a keresztény embereket azzal, hogy a Biblia alapján ezt is meg tudunk magyarázni, vagy azt is, nem, a Biblia alapján egy dolgot lehet megmagyarázni, minden egyes szava egy bizonyos üzenetet hordoz, hogyha valaki szerint kettőt, akkor ott már valami baj lesz. Akkor valaki nem értette meg a két prédikátorból a Szentírás, valakinek gondja van az üzenettel, előfordul, lássuk be, csak ilyenkor szükség van egy reformációra, egy nagyon konzervatív gondolkodás mondat mentén, amit leginkább, hogyha plasztikussá akarunk tenni, akkor a nagymamáknak a régi hálókör öntösére emlékeztet, ami ugye tokától bokáig volt gombbal, és hogyha alul vette észre a nagymama, hogy félre gombolta, akkor csak egy dolgot tudott csinálni, elkezdte alulról gombolni, egészen addig, ahol elrontotta, és onnél újra kezdte, nagyon konzervatív, fáradtságos, nehéz módon, hiszen az Isten igének szolgálata az fáradtságos, nehéz, és minden, ami megóvása valaminek, az nehezebb, mint valami újnak teremtése, gondoljunk a rendrakásra, hogy rendet azt nem csinálni, hanem tartani kell, de mennyivel nehezebb rendet tartani, mint rendet csinálni, hiszen az ember alapvetően szereti szétszórni a dolgait, de hát az már egy másik történet, az a liberalizmus lesz. De még egy utolsó dolog, amit a neokonzervativizmushoz el kell mondanunk, mert hogy a nemzeti érdek túlterjed az ország határokon, egy olyan mondat, amit a Trianon század ünneplő vagy jászoló Magyarországon nem kerülhetünk ki. Hát én úgy gondolom, hogy az amerikai sajátságos módon valósítják meg azt, hogy a nemzeti érdek túlterjed az ország határon, hiszen ők mindenhova elviszik a maguk fajta demokráciát, ha kérik, ha nem.
és ha van ott valahol egy kis olaj, vagy ásványiak, vagy ez, vagy az, vagy amaz, akkor kiderül, hogy hú, azok a demokratikus értékeket megsértették, és vigyünk oda demokráciát. Ugyanakkor megfeledkezünk arról, hogy a nemzeti érdek túlterjed az ország határokon, az legalább egy ilyen enklávé jellegű országban, mint mi vagyunk, enklávé annak, aki nem tudná, olyan ország, ami a saját határaival van körbevéve, tehát a saját országával. A Vatikán a legismertebb, a legnagyobb meg talán Magyarország ebben a kategóriában. Igenis, a nemzeti érdek az túlterjed az ország határon. Ez egy neokonzervatív, de egy bibliai érték is. Hát ha belegondolunk a zsidóságnál, ez a, hogy mondjam, a másik legjellemzőbb nép, ami bárhol él a Földön, de mindig Jeruzsálem lesz neki a főváros. Tehát mondhatom én egy orosz zsidónak, hogy a főváros Moszkva, azt fogja mondani, hogy az oroszoknak. Nekem Jeruzsálem. Mondhatjuk itt Magyarországon, akkor azt fogja mondani, hogy Magyarország fővárosa, de az ő lelki fővárosuk, az ő igazi kötődésük az Jeruzsálemhez van. Mint ahogy a mi református keresztény emberek, hitvalló embereknek a kötődésünk, mindig is az egész nagy Magyarországhoz, az egész Kárpát-medencéhez, a történelmünkhöz, a hitvallásunkhoz, a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz fog kötődni. És ha csak megnézzük, hogy hol vannak itt a Kárpát-medencében egyfajta magyar nyelvű református templomok, vagy hol voltak, akkor pontosan megláthatjuk a határainkat is. Én úgy gondolom, hogy érdemes erről beszélgetni és meglátni azt, hogy a konzervatív értékek azok valójában pozitív értékek. Újra kell értelmeznie a 21. századnak önmagát, és mindjárt azzal kezdheti, hogy mi is az a reform. Nem újítás, hanem visszatérés az eredetihez. Nem valami eddig még nem látott csodának az elővezetése, hanem egyszerűen arról van szó, hogy felismerése annak, hogy az őseink, apáink, nagyapáink, dédapáink és az előttünk levő összes generáció kősziklára akarta építeni a házát. És ennek a kősziklának a legtökéletesebb megjelenési formája az nem más, mint az egyház, mint a Jézus Krisztus egyháza, amely egy konzervatív egyház, de amelyben azt hiszem, hogy múlt, jelen és jövendő egyformán megtalálja a helyét és a rendeltetését. Ugye te is így gondolod, Csabám, hogy érdemes az embereknek ezt újra meg újra végig gondolni. Mindenképpen. Különösen egy olyan világban, ahol tényleg egy egyszerű ember, nézzünk meg bárhol egy egyszerű embert, az, hogy konzervatív vagy ne legyél már ilyen konzervatív, az egyfajta szitok szóvá vált ebben a mai világban, pedig egyáltalán nem szitok szó. Tehát alapvetően egy érték alapú eszmerendszerről van szó, amely nagyon szépen összepasszol a szentírással, a szentírási konzervativizmussal, úgymond. És az lenne a legfontosabb mindannyiunk számára, akik ezt az eszmerendszert valljuk, hogy azok is, akik nem bibliai módon konzervatívak, valahogy a bibliai irányba próbáljuk őket is mozgatni, terelgetni, hiszen a konzervativizmusnak azért mégiscsak az egyik az Istenben való hit a úgymond a legitimációja, vagy az aranyfedezete, és hát egy nagyon szép zsoltárt szeretnék idézni a 11. zsoltárból, ugye Dávid zsoltárából, harmadik versben ugye azt felteszi a zsoltáros, hogy ha az alapfalakat is lerombolják, akkor mit tehet az igaz ember? És ugye rámutat arra, hogy az Úr ott van a Szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát szemével, pillantása megvizsgálja az embereket, megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti, stb. Tehát ugye felteszi Zsoltár a kérdés, hogy mit az igaz ember, ha az alapokat, az alapfalakat lerombolják, és rámutat az Istenre, hogy ott van az Isten a Szent templomban. Így van. Az alapfalak, az igazi alapfalak és az igazi alapok azok nem a föld alatt vannak, hanem az ember, ha lerombolták az alapfalakat, akkor felnéz az égre, imádkozik a fennemvalóhoz, és talán úgy lehetne összefoglalni, hogy légy hálás, hogy élsz, bízzál Istenben, és állj meg a magad lábán.
Kívánom ezt mindenkinek, hogy legyünk konzervatívak, őrizzük értékeinket, őrizzük hagyományainkat, de leginkább az Istenbe vetett csodálatlan hitünket. Áldás békesség! Áldás békesség!